Hiba volt elfogadnom azt a csomagot. Esküszöm, apa, nem vagyok drogdíler. Ugye hiszel nekem? Persze, hogy hiszek. Valós események alapján. Ez szövetségi ügy, a kötelező minimális büntetés pedig adott. Jasonre 10 év börtönbüntetés vár. 10 év? Azonnal feküdjön a földre! Egyesült Államok kontra Jason Collins. Hiszek a kötelező minimális büntetésben. Kérem, csak segíteni akarok a fiamon. Csak akkor fogjuk a fia büntetését csökkenteni, ha segít a nyomozásainkban. Mi? Ültessek fel valakit? Még mit nem. És ha én vállalom helyette, segítenék a letartóztatásaikban. Több egykori bűnöző dolgozik a rendőrségnek. Lehet, hogy vannak kapcsolatai. Próbálom egyenesbe hozni magamat. A családomért teszem. Csak be kéne vezetned abba a világba. Akkor most térjünk rá arra, hogy mit keresel a kérónkban. Kivitelezőként dolgozom, se termékkel, se elosztási lehetőséggel nem szolgálhatok, de ha szállítani kell valamit, azt megoldom. Úgy tűnik, hogy készen állsz. A sofőröd meglehetősen talpra esett volt. Még hasznát vehetjük. Van arról fogalmat, hogy kivel packázunk? A faszi egy mexikói paramilitáns egységben volt, és a Nuevo León kártel bízta meg a régió irányításával. Mikor nekünk dolgozva, családtagként bánunk rá. Ez természetesen az asszonyodra és a gyerekedre is áll. Ez lesz az utolsó megbízása. Ha végrehajtja a bíró, abban a pillanatban szabadon engedi a fiát. Szeretlek, Jason. Hiába segítesz a szövetségieknek, de mi van akkor, ha mindenki rájön, hogy besunkó voltam? Akkor a családunkon állnak bosszút, John. Nem fogom hagyni, hogy bármelyik oldal is döntsön a sorsunkról. Kizárt. Dwayne Johnson. Akármit is teszek, vagy nem teszek, az a Jasonnek 10 éven keresztül együtt kell élnie. És ha ezt nem éred meg? Ha a drogot követi, csapdába kerül. Ha viszont a pénzt, eljut a drogbáróhoz. Ugye tudod, hogy neki már lőtte? John, biztos, hogy képes vagy erre? Bízz bennem. Csapda. Március 7-től a mozikban.